Jó napot kívánok! Marszali Város Önkormányzatának 2018. április 19. ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 11 tagból 10 jelen vagyunk. Mozsárnék Kutor Veronika jelezte, hogy a mai testületülésen nem tud részt venni, csak úgy, mint Berez Balázs alpolgármester úr, mindketten az efokos pályázatok megyei megbeszélésén vesznek részt. A mai testületülésen 21 napi rendi pontot tárgyalnánk, utolsó 21-es előterjesztés a megyei kormányhivatal törvényesi javaslatának ismételt tárgyalása került kiküldésre. Utoljára kérdezem, megkapott mindenki minden előterjesztést? Van-e más napi rendi pontra javaslat? Nincs. Aki egyetért a 21 napi rendi pont tárgyalásával, kérem, hogy készfenntartással szavazzon. Köszönöm, egy hangú. Rátérünk a napi rendi pontok tárgyalására. Első napirendi pontként tájékoztató a közrend közbiztonság helyzetéről, előterjesztő Bene Zsolt, rendőr, alezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető. Napirend tárgyalásán köszöntöm Pungor János, ezredes urat, megyei főkapitány helyettes. Az előterjesztés tárgyalása úgy történne, hogy kapitány úr onnan egy prezentációt mutat be az önökről, amelyet egyébként megküldtünk mindenki számára. Mi addig átülünk oda szembe, és utána a kérdésekre vissza fogunk ülni ide. Akkor megkezdjük az első napi rend tárgyalását. Kapitány úr, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Ott egy mikrofon is, vagy a televízió is, vagy a mit mondasz. A 2017-es év közbiztonságának a helyzetéről egy rövid prezentációt szeretnék bemutatni önöknek, csak a legfontosabb adatokkal, Marcali város vonatkozásában. Marcali rendőrkapitányság illetékességi területe az elmúlt időszakban nem változott. Néhány dologra hívnám fel a figyelmet, ugye a Zalai megye határ, ami a közbiztonságra jelentős hatással van, rendelkezünk autópályaszakasszal, a 7-es, illetve a 68-as főközlekedési útvonallal, valamint van a kapitányságnak egy jó darab balatonparti területe, 5 balatonparti településsel, ami szintén szervesen kihat a közbiztonságra. A kapitányság felépítése, szervezeti felépítése sem változott. Gyakorlatilag a bűnügyi osztály, vizsgálati osztály, igazgatásrendészeti osztály, közlekedésrendészeti osztály és a közrendvédelmi osztályra tagozódik a kapitányság, mint az ország legtöbb kapitánysága. A közrendvédelmi osztály 2 alosztályra és 2 rendőrösre tagozódik, ezáltal biztosítva egy egyenletes rendőri eloszlást a teljes területen, amiről még annyit kell tudni, hogy szükség esetén ugye a megfelelő átcsoportosításokat végrehajtja a kapitányság. A kapitányság területén elkövetett bűncselekmények száma, a nyomozás eredményesség és a felderítési eredményesség is az elvártaknak megfelelően alakult. 4 éve kezdtünk egy kicsit más rendőri szemlélet szerint dolgozni. Ennek az eredménye változatlanul felfelé ívelő tendenciát mutat, kivéve a regisztrált bűncselekmények számát, ami markánsan csökkent a 2017-es évben is, amint látják, illetve az előterjesztésben is szerepel. A nyomozás eredményesség és a felderítési eredményesség ugye az eljárószerv szerinti hasonló mutatókban is ugyanezt az arányt mutatja. Minimális számeltérés mutatkozik az előző táblázathoz képest. Ezek az eredmények, hogy tudják, tehát országosan is azt gondolom, hogy szép eredménynek számítanak. Nem könnyű terület a Marcali rendőrkapitányság területe. A város területén elkövetett bűncselekmények száma 2017-ben ismét csökkent, a felderítési eredményesség, illetve a nyomozás eredményesség pedig emelkedett. Ez az emelkedés nominálisan azt gondolom, hogy elérte a rendőrség teljesítő képességének a határát, hiszen ugye társadalmi folyamatokra a rendőrségnek nincsen befolyása, mi a bűncselekményeket tudjuk üldözni, illetve az ezzel kapcsolatos problémákat kezelni. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2017-ben egy picit emelkedett, nominálisan látják, hogy nem túl magas az emelkedés. Ez annak az eredménye, hogy a súlyos testi sértések, illetve a garázdaságok elkövetőit ugye minden esetben betermeltük, minden esetben eljártunk velük szemben. A látencia csökkent, ezek eléggé irritáló bűncselekmények a közvélemény számára.
eléggé magas, tehát 88,5%-os eredményességet tudott a kapitányság ezen a területen is elérni, ez országosan is kiemelkedő. A 14 kiemelt bűncselekmény, ez a lakosságot legjobban irritáló bűncselekményeknek az összessége. Ebben szerepel a rablás, a betöréses lopás, a gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés, tehát ami leginkább bántja az embereket. Ezekben szintén egy 25%-os csökkenést sikerült elérni, illetve egy markáns adat a 63%-ra tudtuk emelni ennek az eredményességét, ami szintén azt gondolom, hogy egy nagyon elismerésre méltó mutató. Tulajdon elleni szabálysértésekről tudni kell, hogy ez a szám, ez a bolti lopások nélkül, tehát a bolti lopások nélkül mutatott adat. Itt is arra törekedtünk, hogy minden egyes bejelentett cselekményre reagáljunk, illetve a büntetőeljárások során, ami bűncselekmények vizsgálata kapcsán, ugye szabálysértésnek minősült és nem bűncselekménynek, ugye velük szemben is eljártunk. Ennek az eredményessége is emelkedett, és ez a 40% körüli eredményessége szintén egy nagyon szép adat, a szám pedig szintén a látencia csökkenéséből mutatkozik, de nyilván látszik a két grafikonnak a mutatójából, hogy az emelkedéssel párhuzamosan emeltük a felderítést is, tehát ezek a cselekmények is javarészt a látenciából lettek felderítve. A vádemelések és a bíróság elé állítások szám ugye olyan arányban csökkent nagyjából, amilyen arányban csökkent a bűncselekmények száma a területen, hiszen kevesebb bűncselekményből kevesebbet tudunk bíróságra, illetve ügyészségre vádemelési javaslattal továbbítani. Arányaiban a számok egyébként jók. Ami nagyon veszélyes és országos tendencia az az, hogy a közlekedési balesetek száma az nominálisan látszik, hogy ugyan kettővel emelkedett, de ennek az aránynak csökkennie kellett volna, tehát itt az arányban van a probléma. Ugye ez mindenképp a rendőrség egyik fő feladata ebben az évben, hogy csökkentse baleseti számot. Az állampolgári fegyelmezetlenség ugye ebben jelentős szerepet játszik, gondolok itt az ittas vezetésre, a gyorshajtásra és a többi szabálysértésre, aminek kapcsán ezek a balesetek ugye bekövetkeznek. Hát hallottam már az idejében olyan visszajelzést, hogy kicsit sokalja a lakosságnak bizonyos rétege a rendőri ellenőrzéseknek a számát. Hát az a rossz hírem, hogy ez nem fog csökkenni. Tehát nem fog csökkenni. El kell érnünk azt, hogy ez a baleseti szám ez legalább egy 10%-os csökkenést mutasson az idei évben. Az elfogások, elővezetések vonatkozásában az elfogások, illetve az előállítások száma egy picit csökkent. Itt is gyakorlatilag a bűncselekmények számának a csökkenésével arányosan, azonban az elővezetések eredményességét sikerült szinten tartani. Itt nem jelzem igazából nominálisan, tényleg minimális az eredményességnek a növekedése. A szinten tartást azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ezek az elővezetettek, ezek valamilyen cselekmény, ugye be nem fizetése, vagy le nem ülése miatt kerülnek ebbe a helyzetbe. Gondot fordítottunk a bűn és baleset megelőzési tevékenységre, rengetegféle rendezvényen vettünk részt, illetve tartottunk. Kiemelem itt a kábítószerrel kapcsolatos prevenciót. Soha annyi kábítószer elleni eljárás, vagy kábítószerrel kapcsolatos büntető eljárás nem indult a kapitányságon, mint a tavalyi évben. Több olyan ültetvényt sikerült felszámolni, ami országos sajtóhír lett. Mindenféle kereskedést és mindenféle fogyasztást válogatás nélkül szankcionálunk, függetlenül attól, hogy ennek ki az alanya, ki az elkövető és ki a rokonsága. Pályázatokban, vetélkedőkben vettünk részt, kiemelt figyelmet fordítottunk az időskorúakra. Az áldozat segítése, ez az idei évnek is az egyik fő feladata. Azt gondolom, hogy ez megtalálta azt az utat, ami egyébként a magasabb felderítés eredményességét is eredményezi, hiszen ezek a sértettek áldozatok két hét múlva megkeresi őket a rendőrség, újabb adatok, információk szolgáltatásával tudnak minket segíteni annak érdekében, hogy felderítsük az elkövetőket. Nagyon jó továbbra is az együttműködés a társszervekkel, így különösen és elsősorban kiemelem az önkormányzatokat, aki nélkül, tehát akiknek a segítsége nélkül a rendőrség nem létezhetne.
a városi rendészetet marcali vonatkozásában nagyon-nagyon aktív és jelentős segítséget kapunk tőlük, amit ezúton is köszönök a város vezetésének. És hát természetesen minden más együttműködő szerv, testvérszerveink, ugye a katasztrófa védelem tűzoltóság, akikkel napi szinten úgy dolgozunk együtt, hogy a különböző névtelen bejelentőket és falsriasztókat azért most már jelentős számban tudjuk előkeríteni, és ugye átkísérjük a tűzoltó kollégákhoz, hogy akkor beszéljék meg ott, hogy tulajdonképpen milyen sebességgel kell itt kiérkezni. És hát természetesen minden más szerve együttműködését és támogatását bírjuk. Legfontosabb mutatója ugye a rendőrség tevékenységének az, hogy milyen visszajelzés van az önkormányzatok részéről, illetve az önkormányzati szervek részéről. Itt a Somogy megyei átlagot látják, tehát a tavalyi 2017-es évben a megyei átlag 4,28 volt. A marcali rendőrkapitányság már 2015-ben, 16-ban is növelte ezt a idézőjelbe teszem népszerűséget. Kértük az önkormányzatokat, társszerveket arra, hogy töltsék ki ezt az adatlapot, amit a belügyminisztérium ugye az év harmadik, negyedik, negyedévében kiküld és felméri azt, hogy mennyire elégedett a rendőri tevékenységgel. Köszönjük szépen ezt a 4,45-ös átlagot, ez azt gondolom, hogy az a visszajelzés, ami elsőként számít a rendőrség életében. Célkitűzéseink azok egyrészt a már megvalósult, ugye a választás sikerült eseménymentesen lebiztosítani, közterületen nem történt semmiféle atrocitás választások kapcsán. Különböző szakmai célok mellett ismételten kiemelném a sérteti kapcsolatfelvételt, illetve az áldozat segítést. És az ország 154 kapitánysága közül ugye ezzel az eredményességgel az 53. helyre fölküzdötte magát a marcali kapitányság, ami azt gondolom, hogy az első harmadba visz minket, vagy vitt minket, és ez a mi helyzetünkben, tehát a kapitányság lehetőségeit, elhelyezkedését, paramétereit figyelembe véve azt gondolom, hogy egy tényleg szép eredmény. És ismét nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását, aki itt ül minden szervezetét és minden önkormányzatét, elsősorban természetesen Marceliét ennek az eredménynek az elérése érdekében. Köszönöm szépen! Ki kíván hozzászólni? Hozzászólni. Dr. Mészáros Géza képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, főkapitány helyettes úr, kapitány úr. Én önkormányzati képviselőként is és magánemberként is nagyra értékelem azokat az adatokat, számokat, amelyek a prezentációban, illetve az írott anyagban megjelentek, annál is inkább, mert ritka eset az, amikor egy ilyen prezentáció adatai és az embernek az érzései, amit naponta az utcán tapasztal, vagy akikkel találkozik, az elmondva, az a kettő összhangban van. Itt a többsége összhangban van, és ez a másfajta rendőri magatartás abban is megjelenik, ami mi önkormányzati képviselői külső területen rendelkezünk, többségében ott nagyobb a úgynevezett szabálysértések, esetleg bűncselekményeknek a száma, és a korábbi nehézkésebb kapcsolattartás követően egy sokkal szorosabb kapcsolattartás van, illetve a rendőri szervek, vagy az a úgynevezett körzeti megbízotti feladatokkal ellátott rendőr kollega az bejelentkezik és keresi az embert problémákra, nagyon még ilyen kiélézett helyzetben is, mint a kampány vagy a választás, nagyon gyorsan reagáltak, illetve a rendezvények kapcsán, ami korábban nem fordult elő, hogy mindig egy személyes felkészítés van a rendezvény szervezője részére, ami egyben egy szélesebb látókört biztosít, és egy nyugalmat és egy biztonságot, illetve erre szükség van, a személyes tapasztalat, mondom, azonnal megjelennek a
saját rendezőkön, vagy biztosítást adó személyeken kívül a rendőri szervek, és én azt gondolom, hogy ez egy roppant fontos feladat, számomra legalábbis egyfajta biztonságot nyújt. A másik, amiről szeretnék beszélni, hogy látható a rendőri állományon, ami az elmúlt években tapasztalható volt, hogy a fiatalságuk ellenére a személyes kapcsolatokban és az ellenőrzések során sokkal, emberbarátibb vagy polgárbarátibb magatartást valósítanak meg, ami ilyen szempontból fontos. Ugyanakkor én magam részéről nem tartom fölöslegesnek, sőt, egy idő után még zaklatásnak se idéző ebbe, hogy a szokvány rendőri ellenőrzések következtében megállítják az embert, és egy alapos udvarias vizsgálat van, és azt követően az embert útjára bocsátják. Viszont van néhány olyan dolog, ami városi legendaként működik, hogy vannak olyan autósok, akik a város bizonyos területe laknak, legfőképp ez a Dózsa-telepre vonatkozik, ahol jogosítvány nélkül, illetve műszaki állapotokat tekintve szabálytalan műszaki állapotú autókkal közlekednek, és úgy, akik zavarják, mondom, városi legendaként említem, akik zavarják azokat az embereket, akik egyébként rendőri intézkedéseknek mindig korrektül és egy szükségesként tekintik és vetik alá magukat. Viszont ebben az esetben azt gondolom, hogy ha egy nagyobb hatékonyság működne, ez egy közmegelégedés szolgálna. Illetve a városnak egy komoly vívmánya sok hasonló méretű vagy nagyobb várossal ellentétben, hogy a parkolás ingyenes, és ennek következtében mi magunk sem, de akik a városban ügyintézésre jönnek, nem igen értékelik ezt, hanem pont itt a város közepe szolgáltatja mindig azt a példát arra, hogy a közlekedési szabályokat nem tartják be. Tehát szabálytalan helyen parkolnak, illetve az áróvonal az nem tisztelik, holott egy 50-60 métert kéne pluszba utózni, hogy szabályos kresznek is megfelelő magatartás tekintetében tudjanak irányt váltani, vagy megfordulni. Ha ebben a tekintetben egy nagyobb szigorúság vagy szigor lépne fel a szakemberek részéről, ezt én azt gondolom, hogy nagyobb értéket, mint a 4,53 lakossági megelégedettség adja, ami azt gondolom, hogy összesenyében ez a 52. vagy 53. hely, ez tényleg ez tiszteletre méltó és komoly munkát feltételez emögött a korábbi évekhez viszonyítva. Ehhez én személyesen gratulálok, és mind ami nem messze a korábbi életemben nem távol állva a fegyveres és rendvédelemhez, tudom, hogy ez nem egyszerű feladat, és nem könnyű megoldani. Ugyanakkor én a másfajta bűnesetekre, illetve ezen belül is a kábítószer visszaélésre azért nem térnék ki, mert korábban személyesen is beszéltünk a kapitány úrral, de tényleg érzékelhető annak ellenére, hogy vannak jelzések, de az, hogy egy sokkal hatékonyabban, illetve fókuszában van a rendőrségnek ez a fajta tevékenység a városban, úgy a terjesztőkkel, vagy a termelőkkel, vagy netán ilyen eléggé, az ilyen naív felhasználók tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és én remélem, hogy a képviselőtársaim bizalmát is élvezve azzal szeretném megköszönni kapitány úrnak és munkatársainak a munkáját, és ha szabad így fogalmazni, jövőben is elvárjuk ezt a fajta közvetlen kontaktust, megközelíthetőséget, mert azt gondolom, hogy képviselőként ez fontos, mert ha nem is mindig, de sokszor találkozunk ilyen feladattal, és ezt ilyen, rapid módon meg tudjuk oldani, mint eddig, akkor ez a mi munkánkat is támogatja és segíti. És még egyszer köszönöm szépen, és gratulálok a munkájukhoz. További hozzászólási szándék. Hosszú András képviselő úr. Mikrofont. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt főkapitány helyettes úr, kapitányság vezető úr, tisztelt testület, főjegyző, polgármester úr. Félmeddig ismerve a helyzetet, és ugye piros tábornok úrnak már kérdést föltettem 2 évvel ezelőtt, hogy nagyon szép ez az eredmény, amit a kapitány úrék elértek Marcéban, és ugye meghatározott kapitány úr magának felszínű területeket. Én az iránt érdeklődnék, hogy tudjuk, hogy milyen állapotban van a kapitányság, és hogy ezzel kapcsolatban van-e valami erőlépés, és lesz-e valami olyan pozitív döntés, vagy születhet, ami gyakorlatilag ezt a szép eredményt még jobban fokozná, és olyan megfelelő helyen lenne gyakorlatilag az infrastruktúra elhelyezve, ami
ami egy nagyon komoly alapot képezhetne egy még jobb eredmény elérése érdekében. Köszönöm. Kérdés burkoltam. További szándék nincs. Kapitány úr, kívánsz válaszolni? Főkapitány. Azt mondja, hogy a Dózsa telep, illetve a kérdés második felével kapcsolatban köszönöm a jelzést, meg fogjuk nézni ezt a problémát, nagyon sokat intézkedünk ott egyébként, illetve az itt szabálysértőkkel szemben is nem mindig népszerű ez, amikor ezeknél a kisebb súlyú szabálysértéseknél a rendőr komoly szankciókkal intézkedik, tehát elsőként mindig figyelmeztetéssel kezdjük, és a visszaesőket szoktuk már komolyabban büntetni. Az épülettel kapcsolatban ez nem az én hatásköröm. Főkapitány úr maximális támogatását élvezi a kapitányság ebben az ügyben, és hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb sor kerül egy új épületnek a megalapozására. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, engedjék meg, hogy tolmácsoljam Molnár Gábor ezredes úr megyei főkapitány köszönetét és elismerését a marcali önkormányzat együttműködéséért, amivel segítette a marcali rendőrkapitányság munkáját. Akkor tessék megengedni, hadd válaszoljak erre a mai reggeli történet, ha a főkapitány úra múlna, már alapoznák az új kapitányság épületét. Elég jó esélyeket látunk arra, polgármester úr támogatásával, képviselő testület támogatásával és leginkább az országos rendőrfőkapitányság nagyon komoly anyagi áldozatvállalásával, hogy reményeink szerint rövid időn belül ez az áldatlan állapot, ami az épület tekintetében uralkodik a marcali kapitányságon, megoldást találjon. A köszönet mellett egy nagyon rövid tájékoztatást szeretnék adni. Ez az új rendszer, amiről kapitány úr beszélt, gyors, udvarias, kultúrált rendőri intézkedések, a büntetés a cél, és nem eszköz. Tehát elsősorban figyelmeztetések, aztán ezt követően egy súlyosabb retorzió azzal a személlyel szembe, aki jogsértést követel. Aki nem tud a társadalmi normáknak megfelelően normális életet élni, annak nem köztünk a helye, tehát megpróbáljuk azt a lehetőséget megteremteni, hogy minél előbb kivonjuk őket a normális együttélésre képes emberek közül. A gyors reagálás mellett egy hatékony bűnügyi elemző, értékelő és felderítő tevékenység. A számokból látszik, hogy ahogy csökken a bűncselekmények száma, úgy komolyabb esély van arra, hogy egy magasabb színvonalú bűnügyi tevékenységet nyújtson a kapitányság. Kapitány úrral maximálisan egyetértek abban, hogy ezek a kivetített diák, amik nekünk belső használatra nagyon jók, semmit nem érnének az önkormányzati értékelés egy esetleges más jellegű mutatójával. Tehát ha ez 2,8 lenne, akkor mutathatnánk mi azt, hogy 90%-os a felderítési eredményességünk. Az azt jelenteni, hogy rendőrszakmai munka rendben van, viszont az itt élő lakosság az nem tud ezzel azonosulni, hiszen nem érzi biztonságban magát és nem érzi jól magát. Ahogy ezt önöktől is hallottam, ez a kettő párosul, tehát a mutatóink és a lakosság biztonsági érzete közel azonos szintet mutat. Gratulálok kapitány úrnak és a marcali rendőrkapitányság minden dolgozójának az elért eredményekért, önöknek pedig még egyszer köszönöm az együttműködést, és gratulálok a kollégáknak is, elnézést kérek, hogy nem hallgatjuk végig, nekünk ha lehetséges lenne, távoznunk kéne. Köszönjük az együttműködést a katasztrófa védelemnek is. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mind az előterjesztés, mind a hozzászólások teljes egészében összhangban voltak, ugyanazt a folyamatot erősítették, elismerésre méltó a kapitányság munkája. Leginkább azt szeretnénk, persze, ha kevesebb munkája lenne, de ha már van, akkor minél magasabb legyen az a felderítési arány, ami valóban a lakosság számára megnyugtató. Aki elfogadja a tájékoztatást, kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. 10 igen szavazattal, egy hangra. Köszönjük szépen a jelenlétet, további jó munkát köszönjük kívánunk. Szépen. Ezredes úr, ezredes úr.
Második napi rendi pont tájékoztató a marszali katonai kirendeltség tevékenységéről előterjesztő Greffer József ezredes úr kirendeltségvezető. Megkérlek, hogy fáradjál ki. Szóbeli. Rövid szóbeli kiegészítés. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony. Hasonló eredményekről tudok beszámolni, mint a rendőr kollégák. Csak most a tavalyihoz képest úgy kezdem, hogy a megyével a 19 megye és a főváros közül Somogy megye az első ötbe végzett a tavalyi évben a szakmai teljesítményértékelés alapján, és hát büszkék lehetünk arra, hogy a kirendeltség is továbbra is kivételes minősítést kapott a ezen értékelés során. És mi is úgy vagyunk vele, hogy végezzük a szakmai munkát, de önállóan nagyon kevesek vagyunk ahhoz, hogy eredmények ilyen szépek legyenek. Ehhez kellenek a partnerek is, kellenek az önkormányzatok, a képviselőtestületek, a társszervek, a különböző civil szervezetek, akikkel együttműködünk. És hát itt nincs más feladatom, az írásos anyagban részletekben vannak, mint megköszönjem én is ezt a tevékenységet, az önkormányzattól kapott támogatást és az együttműködést, és hát bízom benne, hogy a továbbiakban is évről évre hasonló eredményekről fogok tudni beszámolni. Köszönöm szépen. Ha kérdés van, akkor... Kinek van kérdése? Körösi András képviselő úr. Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony, tisztelt kirendeltségvezető úr. Egy évvel ezelőtt is volt ezzel kapcsolatban egy kérdésem, és akkor azt a választ kaptam, mégpedig a külterületi kerti hulladékok égetésével kapcsolatban, hiszen azt hiszem nagyon nagy területen, illetve hát a külterületen gazdálkodnak is gazdálkodók, és ez állandó probléma, illetve úgy jelent problémát, hogy a mostani szabályozás szerint a 3000 forintos okmányméleg bejelentés intervallumot kapunk a kerti hulladék égetésére, és egy évvel ezelőtt azt a választ kaptam, hogy az előjáró foglalkozik ezzel a kérdéssel, és várható esetleg változás. Azóta nem kaptunk új híreket erről, és kérdésem azt, hogy van ezzel kapcsolatban valami változás. Köszönöm. További szépen. Kérdés nincs, parancsolja. Hát köszönöm a kérdést. Tavaly ugye azt mondtam, hogy folyamatosan jelezzük a előjárók fele, hogy itt jogszabály vonatkozásában kellene valami módosítás. Hát ez a jogszabály módosítás is folyamatban van. Információink alapján az év második felébe fog kijönni az új belügyminiszteri rendelet ezzel kapcsolatban. Viszont teljesen friss a dolog. Múlt héten jött egy állásfoglalás, egy országos vonatkozású állásfoglalás, amiben úgymond jogszabály alkalmazás szempontjából változtattak az eddigi szokásokon. Tehát az alap az az, hogy tilos az égetés mindenhol. Ha az önkormányzat rendeletben szabályozza, akkor önkormányzati rendelet szerint szabad. Ha az önkormányzat külterületre nem szabályozza, akkor az a legújabb verzió, hogy az 1-2 négyzetméteres növényi hulladék égetés, tehát hangsúlyozom, növényi hulladék égetésről van szó, nem szemét égetésről, az nem fog irányított égetésnek minősülni. Tehát úgy kell kezelnünk ezt követően, hogy csak a nagyobbat, 100 négyzetméter, hektár nagyságú területek, ezek fognak irányított égetésként funkcionálni. Úgyhogy itt ennyi a könnyebbség, hogy engedélyt nem kell kérni, viszont az továbbra se változott, hogy ha valaki égetni akar, akkor illik bejelenteni, megmondani az telefonszámot és az elérhetőséget, hogy mi lehet kontrollálni, hogy ha valaki távolról bejelzi, akkor meg tudjuk kérdezni, hogy tényleg probléma van-e, vagy csak valaki jó indulatúan bejelezte a tüzet, tehát hogy potyára ne menjünk ki, az egyik verzió. A másik meg, ha ennek ellenére a tüzelés szabályait valaki nem tartja be, és elmegy a tűz, és a tűzoltóságnak be kell avatkozni, akkor az nem változott, hogy továbbra is 200 000 forint a bírság induló tétele ennek. Tehát itt a statisztikában azért az eredményt elérte a
ezek a szabályzók, mert írásos anyagban, amit leadtam, abból látszik nagyon szépen, hogy a tavalyi avartüzes, meg száraz időszakban is a marcali járás területén a 12-es bázis szint felét se érte el az avartüzek száma, míg ország több területén, mint majdnem a 12-es szintet meghaladta. Tehát itt azért az állampolgári fegyelemben látszik az, hogy van változás. Hát ennyi könnyebbség van most, hogy így az engedély nem szükséges ilyen esetben. Köszönöm szépen. Tinek van hozzászólási szándéka? Hozzászólás nincs. Köszönjük szépen az elmúlt évi munkát. Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 igen szavazattal. További jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Következő beszámoló a hivatásos tűzoltóparancsnokság munkájáról. Tompos Gábor őrnagy úr, tűzoltóparancsnok. Megkérlek, hogy fáradj ki. Szóbeli. Igen, szeretek. Parancs. Polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület. Annyiban szeretném kiegészíteni beszámolómat, hogy a beszámolóm is látszik, a tavalyi évben kicsit mozgalmas volt a tűzoltóság számára. 365 darab esetben került riasztásra az egység a működési területünkön. Összesen 437 esetben került a marcali egységek riasztásra egyéb településre, ugye az Zala településre, illetve Siófok területére. Ennek köszönhetően, illetve az idősödő gépjármű állománynak örömmel számolhatok be róla, hogy a tavalyi év decemberében megkaptuk mi is az új magyar gyártású gépjármű fecskendőt, ami szolgálja a település biztonságát, és beszámoltuk arra, hogy a kollégák elégedettségére szolgálja ez a település biztonságát, illetve a keddi nap folyamán átvettünk az egyik Nívánk helyett egy Suzuki Vitara gépjárművet, ami úgy szintén a kirendeltség, illetve a tűzoltóság állományába került elhelyezésre. Én is szeretném megköszönni a 2017-es év támogatását, és tovább szolgáljuk a település biztonságát. Köszönöm. Köszönöm. Kinek van kérdése? Kérdés, hozzászólási szándék? Nincs. Köszönjük szépen, gratulálunk a tűzoltóság munkájához, csak úgy, mint az elmúlt években. Most is azt gondolom, hogy mindannyiunk elégedettségére végezte ezt a tevékenységet. Neked is azt mondom csak kívánni, hogy lehetőleg minél kevesebb szer kelljen vonulni. Köszönjük szépen. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 igen szólt, egy hangú. További jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Rátérünk a negyedik napi rendi pont tárgyalására, Városi Önkormányzat 2017 évi gazdálkodásának értékelése, vagyis a zárszámadás. A Városi Önkormányzat 2017-ben 2 milliárd 48 millió forintot költött, és 2 milliárd 801 millió forint volt a bevétele, tehát lényegesen több volt a bevételünk, mint a kiadásunk. Ha azt nézzük, hogy marcaliban ténylegesen mekkora összeg került felhasználásra, akkor a 2 milliárd 48 millió forinttal szemben azt mondhatjuk, hogy mindegy 2,6 milliárd forint, ami a városba felhasználásra került. A szám különbsége onnan fakad, hogy több feladatot, szociális szolgáltatóközpont, óvodák, illetőleg a közmunka a kistérségi társuláson keresztül finanszírozásra kerül, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen átszámlázások vannak az önkormányzat, illetőleg a kistérség között, akkor azt lehet mondani, hogy mindegy 540-550 millió forint az, ami a különbözetként átkerül a városhoz. Ami összességében azt jelenti, hogy valamennyi intézményünk működését jó színvonalon tudtuk biztosítani. Fejlesztésre, felújításra, saját forrásokból egy 150 millió forintot fordítottunk. Emellett pedig szólni kell a nagy pénzmaradványról, illetőleg arról, hogy ez miért van, és arról, hogy emellett milyen egyértelmű ígérvényeink vannak a 2018 és 2019-es esztendőre. Sokszor beszéltem már arról, hogy most már több mint 4 milliárd forint az az összeg, amelyet akár a település önkormányzati programból, akár a
az EFOP-os programból, vagy közvetlen kormánytámogatásokból elnyertünk. Azonban ez a pénz, ez nincs a város számláján. Ebből a pénzből tavalyi év végéig került átutalásra az a mindegy 750-760 millió forint, amelyből egy 20 millió forintot költöttünk el az előkészítő feladatokra. Tényleges kivitelezés 2017-ben nem történt, tehát 738 millió 642 ezer forint van a számlánkon, amely mind a települési operatív programos pályázatoknak az előlegéből fakad. Ezekhez a pénzekhez azonban nem lehet hozzányúlni, ezeket a pénzeket csak arra lehet felhasználni, aminek az előlegeként érkeztek meg. Azóta egyébként felhasználásra került már belőle például a gyermekélelmezési központ ablakjainak a cseréjére. És folyamatosan, ahogy a munkák majd készülnek, annak ütemébe fogjuk felhasználni. Tehát amikor az utcán bármelyik öltöktől vagy bárkitől megkérdezik, hogy itt van ez a sok pénz és mit csinálunk vele, akkor nagyon egyszerű a válasz, várjuk, hogy elkölthessük. De akkor tudjuk őket elkölteni, hogyha közbeszerzési eljárások lemennek, ha megvan a kivitelező, és jó színon elvégezte a munkát. Mert csak akkor fizetünk, amikor valami kész van, tehát addig bizony ez a pénz itt lesz, sőt, azt is hozzáteszem, hogy most már több milliárd forint is van, ami virtuálisan a miénk, mert már a számlánkra se utalják, hanem az állam kincstárnál maradt ez a pénz. Tudjuk, hogy a miénk, kellett nyitanunk 6 elküldett számlát. Ezeken a számlákon ott van például a legegyszerűbbet mondjuk az iparterület fejlesztésre szánt 500 millió forint, csak éppen nem nyúlhatunk hozzá. Akkor nyúlhatunk hozzá, ha azon az iparterületen bármilyen munka történik, ezt leigazoljuk, ezt követően az államkincstár elismeri, hogy valóban arra került ráfordításra, és az államkincstár ezt követően utalja ki. Tehát itt pontosan látni kell, hogy ezek a pénzek elsősorban azt gondolom azért jelentek meg az önkormányzatok számláján, hogy be lehessen mutatni, hogy milyen jól előre haladunk az uniós források elköltésével. De természetesen azon leszünk, hogy ezeket valóban el is költsük a következő években, valószínűleg 2019 végéig fognak ezek bennünket kísérni. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság, megadom szót Hosszú András úrnak, majd azt mondta, hogy a jogi bizottság. Főedző testület a pénzügyi és a többi bizottság egyhangulag javasolta a testületnek elfogadása a 2017 évi zárszámadást. Nagyon örülünk, hogy ilyen összeg vannak a önkormányzat számláján, azonban annak nem, hogy nem tudunk még nekiállni elkölteni, hogy gyakorlatilag időbe telik. Köszönöm szépen. Györös András. Tisztelt testület, tisztelt polgármester, tisztelt edzőasszony. A Jogi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2017 évi zárszámadását egyhangulag elfogadta, és javasolja a testületnek elfogadása. Szépen, kinek van kérdés előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólási szándék? Nincs, aki elfogadja az zárszámadást, kérem készfenntartással. Köszönöm, 10 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadta. Következő előterjesztés, 5-ös számú előterjesztés, pályázat benyújtása lakóvást, lakossági ivóvíz csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez. Erről azt kell tudni, hogy van egy országosan megállapított középső szám, amitől Marcell esetében 6 forinttal térünk el, de ez a bevétel, ami így keletkezik, ez nem az önkormányzat vagy lakosságot illeti meg, mert bárki azt gondolná, hogy ebből pénzosztás lesz, hanem a DRV-t illeti meg, mint szolgáltatót. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Hosszú András elnök úr. Köszönöm, Pagánstól Félzőszönt, a testület, a bizottság egyhangulag javasolta elfogadása a testületnek, hogy nyújtsunk be pályázatot, és ezt majd azt követően adjuk át a DRV-nek ez az összeget. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Én megjegyzem, hogy ez mondjuk városi szinten pár százezer forint lesz összesen. 6-os számú előterjesztés, önkormányzat működőképességének megőrzésére szolgál rendkívüli támogatás tárgya benyújtandó pályázat.
Ugye korábban ezt hívták az önhikinek, így ismeri mindenki. Tavaly is pályáztunk erre, és 80 millió forintot nyertünk a két fordulóba. Idén is pályázni kívánunk. Azért tartottam fontosnak, hogy legyen róla döntés, mert ugyan megjelent már a pályázat, hogy beadhatóak lesznek ezek az igények, de itt az államkincstárral még nagyon sok egyeztetést kell lefolytatni annak érdekében, hogy összegszerűségében mekkora lesz. Természetesen a legnagyobb összeget próbáljuk majd kihozni a pályázatkor. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő belső ellenőrzésnek végzett tevékenységről szóló jelentés előterjesztő a jegyzőasszony, főjegyzőasszony, szóbeli kiegészítés nincs. Ugye ez egy formális előterjesztés arról a tevékenységről, ami megtörtént, tárgyalta a pénzügyi bizottság, elnök úr. Főjegyzőasszony, tisztelt testület, a pénzügyi bizottság egyhangon javasolja elfogadásra a testületnek a 2017 évi belső ellenőrzési beszámolót. Stáb, jó munkát kíván Forró Barbara főelnő kisasszonynak. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs, aki elfogadja, kérem készfenntartással. 10 igen szavazattal. 8-as számú előterjesztés a Marcelli Kistérségi Többcélú Társulás társas megállapodás módosításáról. Ugye itt 4 területen történik módosítás. Az egyik az, hogy a város leszámítva a községek éppen nagyságuk miatt egy közösségbe tömörültek annak érdekében, hogy a biztosítókkal tárgyalni tudjanak. Ezt a múltban a MSZDD önkormányzat vagy a hivatala bonyolította, azonban ezt nem tudják már megtenni. Így átvállaltuk, hogy ezt jövőben a Marcelli hivatalon keresztül bonyolítjuk le ezt a tevékenységet, ezzel is segítve a községeknek ilyen irányú munkáját. A második, hogy a belső ellenőrzés jövőben mindenki saját hatáskörbe látja el, hogy az előző előterjesztésből már következett is. A harmadik az, hogy Nemes Kislódon új polgármestert választottak, ezt rögzíteni kell magába az alapszabályba. A negyedik pedig szintén Nemes Kisfaludhoz és Szenyérhez kötődik, mely szerint csatlakoztak a Marcelli Hulladék Kezelési Központhoz, tehát kiváltak a korábbi szolgáltatótól. Így a Marcelli járásban csak egyedül Böhönye az, Böhönye az a település, amelynek nem látja el a szolgáltatási tevékenységét a Marcelli Nonprofit Kft. Az előterjesztést tárgyalta a jogi bizottság, Körösi elnök úr. Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, a jogi és ügyrendi bizottság egyhangulag elfogadta a társulási megállapodás módosítását. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. A következő előterjesztés a talajterhi díjról szól önkormányzati rendelet módosítása, előterjesztő főjegyzőasszony, szóbeli kiegészítés. Tisztelt képviselőtestület, a rendelet tervezett eredeti verziójához képest a tegnapi nap folyamán kiküldtünk egy javított verziót, ami módosító indítványt tartalmaz a hivatalunk részéről. Ez a módosító indítvány a hétfői jogi bizottság üléséhez képest is tartalmaz eltérést, aminek az az oka, hogy eredetileg ezt a rendelet tervezetet csak fogalmaknak a pontosítására szántuk, de közben, mivel március 31-ével a lakosság azon részét érintette a talajterhelési díj bevallással kapcsolatos kötelezettség, akik eddig nem kötöttek rá annak ellenére, hogy az ingatlanuk előtt rendelkezéssel, műszakilag rendelkezéssel áll a rákötés lehetősége, és érkeztek vissza sorban ezek a bevallások. Így szembesültünk a rendelet tervezet készítése során egy további problémával is, ami azt vetítette előre, hogy nem elegendő a rendelet módosítás szövegében a fogalmakat tisztázni, hanem egy további pontosításra is szükség van. Több olyan háztartás van a városban, akik az elmúlt év folyamán kezdeményezték itt a hivatalnál a rákötés lehetőségét. A szükséges dokumentációnak, formanyomtatványos bejelentésnek eleget tettek, sőt a rákötéshez kötődő díjat is befizették a szolgáltató részére. Azonban valamilyen oknál fogva a szolgáltató, tehát a DRV által az adóhatóság felett történt első bejelentés alkalmával ezek a rákötési igények
igények, illetve részbeni rákötések nem kerültek feltüntetésre. Úgy tűnt, hogy ezt csak szociális helyzet alapján méltányossággal tudjuk kezelni, annak tükrében is, hogy a Horváth kutat érintő beruházásra a képviselőtestület egy korábbi 2016-os rendeletmódosítással további kedvezményeket állapított meg, hiszen talán emlékeznek rá a képviselőtestület tagjai, vagy legalábbis akik az előző ciklusban képviselők voltak, 2013. január 1-től 10-szeresére növekedett a talajterhelési díjnak a mértéke, ami bizony rendkívül megterhelő egy-egy háztartás számára. A beérkezett bevallásokban rendkívül széles körű befizetési kötelezettségekkel találkoztunk. Azoknál a háztartásoknál, ahol ez a rákötési igény és bejelentés a múlt évben megtörtént, a néhány 10 000 forinttól a 140 ezer forintos tételig jelentkezett, és úgy gondoltuk, hogy a méltányossági szabályokkal lehet ezen javítani, hiszen nem cél az, hogy olyan mértékkel terhelje a képviselőtestület a háztartásokat, ami bizony a mai megélhető költségek mellett rendkívül nagy terhet jelent. Viszont a hétfői jogi bizottsági ülésen elhangzott módosító indítványhoz képest rendelkezésünkre bocsátottak egy újabb kimutatást, amiben korrigálták ezeket az adatszolgáltatásokat, és ezért a rendelet tervezetnek a tegnap kiküldött verziójának a harmadik paragrafusában szerepel, hogy nem csak közüzemi szerződést fogadnánk el a rákötés igazolásaként, hanem a vízi közmű szolgáltatónak az önkormányzati adóhatóság részére történő adatszolgáltatását is. Ezzel úgy tűnik, hogy megoldódna ez az adminisztrációs probléma, hiszen minket az érdekel, hogy a környezetet ne terheljék szennyvízzel, a szolgáltató pedig majd elrendezi a maga vonalán azt, amit rendeznie kell az állampolgárokkal. Egy módosítás van még az anyagban, de ez csak formai. Egyszerűsítettük azt a bekezdést, és egy paragrafussal előbbre került. A folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell, tehát így tudjuk alkalmazni ezekre a kérdéses esetekre is. Köszönöm szépen, ennyi lett volna a módosítás. Szépen előterjesztést tárgyalt a jogi bizottság. Körös elnök úr. Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, a jogi és ügyrendi bizottság is összességében egyhangulag elfogadta és támogatta a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Viszont ami változás a bizottsági határozathoz képest, hogy a bizottsági ülésen elhangzott szociális részhez, amiről beszéltünk, tehát ez a 90%-os talajterhelési díj kezdeményhez nem nyúlnánk hozzá, mert a DRV által kiadott táblázat, illetve a jelen módosítás hármas paragrafussal kezelni tudja ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Kinek van hozzászólási szándéka? Nincs. Akkor abban fogom, hogy jegyzőasszony elmondta tehát, hogy a lakosság számára kedvezőbb verziókat támogatjuk minden esetben szembe a szolgáltatóval. Aki így elfogadja, azt kérem készentartással. Köszönöm, egyhangú. Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítás, előterjesztő főjegyzőasszony, szóbeli kiegészítés, nincs semmi más, nem tartalmaz, csak jogszabályi változásokat tárgyalt a jogi bizottság. Köszönöm, kérdés, hozzászólás, aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. 11-es számú előterjesztés két testületülés között végzett tisztségviselői tevékenységről, de a kapcsolatban számok, kinek, tessék, Fekete Lajos. 8-as, 9-es, 16-os. 8, 9, 16, igen. Attila. 2. Tessék? 2. Görösi képviselő. Igen, a 3-as, a 7-esnek az első része a Tesco, a 8-as. Na volt. Igen. 10-es. Igen. 12-es. És a 16-os mindkét része. Ismert a képviselőtestület előtt, hogy az úgynevezett CLLD pályázatot ugye megnyertük 250 millió forint értékben, ez az a pályázat, ahol az elnyert összeg egy része további pártok kiírásával fog hasznosulni a város civil szervezetei, kulturális egyesületei számába. Másrészt pedig egy fő projektet is meg kellett állapítani, ez a fő projekt, ez pedig a piaccsarnokhoz kapcsolódik,
amely keretében ugye egy ilyen nagy gyermekjátszóház jönne ott létre, és ezzel párhuzamosan a tető felújítása is megtörténne. A tető felújításról tárgyaltunk az épület tulajdonosaival, tekintettel, hogy az épület tetejének mindegy 75-78%-a önkormányzati tulajdon, mi körbe üzletek vannak. Tehát nem lenne jó megoldás az, hogy mi a közepét felújítjuk, és akkor a közepé, ami jó állapotú, arra rossz állapotú tetőkre ráfolyik utána a víz. Úgy tűnik, hogy talán egy-kettő tulajdonos kivétel, a többiekkel sikerült megállapodni abba, azt is folytatjuk azt a tárgyalást, hogy egységesen együtt fogjuk felújítani, amikor ez a pályázat megnyílik, mert egyébként még nem nyílott meg arra, hogy ennek a pénzét lehessen költeni. A következő a Tesco vezetője, azzal Zrászló úr, azzal keresett meg, hogy tavaly is volt egy nagy sikerű akció, amely során akkor a marcelli Tesco a nagykanizsai Tescoval volt párba arra, hogy az itteni vásárlások eredményeként tudnak támogatni egy egyesületet, akkor a Kiwanis Klub volt az, akit támogattak, és ugye amelyik Tesco jobb eredményt ért el, az nyerte meg a támogatás lehetőségét. Arról tájékoztatott, hogy idén is van ilyen verseny, és itt szeretném a város valamennyi polgárát felkérni arra, hogyha a Tesco-ba jár és vásárol, azokat a kuponokat, amit kap, azt igenis dobja be a gyűjtőládába, mert most Nagy Atáddal vagyunk párba, és a Kiwanis Young, tehát a fiatal Kiwanis most a pályázó, és nem másra szeretnék felhasználni, mint a csibészke grund teljes rendbetételére. Ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára örömteli lenne. Tehát, ha sikeres és jobban teljesít marcali lakossága és a környék lakossága, hogy bedobálja ezeket a kuponokat, akkor ebből a csibészke grund újulhat meg. A Meszegnyő balatoni kerékpárút egyeztetése, ugye azt kell tudni, hogy minden egyes pályázatnál az elkölthető pénzek, azok különféle tevékenységekhez is oda vannak rendelve. Tehát reklámra lehet mondjuk fordítani, csak példaként mondok, mondjuk egy 500 millió forintos pályázatból 300 ezer forintot. Közbeszerzésre lehet fordítani 3-4 millió forintot. Tervezésre és minden tervezés kapcsolódóra mondjuk 20 millió forintot. És itt jött elő a probléma, a Meszegnyői kerékpárúthoz kapcsolódó tervezői, műszaki ellenőri és más ehhez kapcsolódó feladatoknál megtörtént a közbeszerzés kiírása, az elnyert, vagy az a pályázók által beadott legjobb ajánlatok összege mindegy 8 millió forinttal haladta meg azt az összeget, ami rendelkezésre állt. És a végső döntés az lett, hogy új pályázatot írtunk ki, még nagyobb körbe meghirdetve, és épp tegnap jöttek meg az új pályázati, a pályázóknak az adatai, és ebből úgy látszik, hogy bele fog férni abba a 22 millió forintos keretbe, ami rendelkezésre áll, csak közben eltellett mondjuk másfél-két hónap. Ként ez egy nagyon bonyolult pályázat, ugye, mert eredetileg a megyei hivatal koordinálta volna, de nem tudták ezt koordinálni, mert nem tette a jogszabály számukra lehetővé, ezért került át aztán Meszegnyőhöz. Született egy törvény tavaly, aminek aztán lett egy rendeleti része is, ami azt mondta ki, hogy valamennyi külterületi kerékpár utat, ami nyilvántartásban van az országos rendszerben, azokat a közútkezelőnek át kell venni tényleges kezelésbe. Vagyis neki kell a felújításokat elvégezni, és neki kell elvégezni a kaszálást, a sikosságmentesítést, minden feladat, amit mi látunk el. Erről tárgyaltunk. Erre egyébként kaptak pénzt, tehát le van osztva a megyékre, hogy megyénként mennyi pénz jutott, és erről folytak tárgyalások. Megismerve
és nem részletezném a beltartalmát annak, hogy mire köteles a közútkezelő, arra az álláspontra helyezkedtem, hogy mi ellátjuk ezt a jövőben is, és ami pénzt ők erre szánnak, azt adják inkább át. Tehát mondjuk hát ötszörös az a szám, amit mi gondolunk a szállásra, mint amit ők gondolnak. Vagy amit ők el tudnak látni. Tehát úgy tűnik, hogy megegyezünk ebben. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. A nehezebb területeken ugye belépett a Marcali Közszolgáltató Kft. Helyébe. Vagyis a Cserhátpusztán lévő telep és az ahhoz kapcsolódó valamennyi amortizációs költség, ami 100 milliókra rúg, az a Marcali Kft-től átkerült oda. Amik egyébként teljesíthetetlenek, tehát a Mecsek-Dráva társulás olyan összegeket kíván tovább számlázni, amelyek kitermelhetetlenek. Erről történt egy szakmai egyeztetés, amelyet követnie kell egy politikai döntésnek majd. Nem csak mi vagyunk így, hanem az országban jó pár helyen, ahol a korábbi Európai Uniós társulás és az új leosztás, ahogy kialakításra kerültek a szemétszállító nagy cégek, az nem fedi egymást. Tehát itt az lenne az optimális megoldás, ha a Mecsek-Dráva társulás önként ketté válik, a Marcali és a Marcali telep és a hozzá kapcsolódó települések kiválnak ezzel a résszel, és úgy tagozódnak aztán be a DBRD-be. Erről folyt az egyeztetés. Az USZO egyesületekkel úgy tűnik, hogy sikerült megállapodni az USZODA használat teljes rendszerében. Aláírásra került a nőtlentiszti épületével kapcsolatban a pályázati dokumentáció, ami lehetővé tette azt, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a kivitelezés módjáról. Erről lesz holnap is egy egyeztetés még, meglátjuk, hogy mekkora önrész lesz, ami végül is kell a magához a beruházáshoz. Nem kizárt, hogy a testület elé fogom hozni, hogy forduljunk a kormányhoz hitelfelvételi kérelemmel, hogy engedélyezze, hogy a hiányzó összegre, ami ott ennél a beruházásra még szükséges, arra pályázatot nyújtsunk be, mert maga a pályázat, tehát a lakások bérbeadása a hitel összegét finanszírozni tudja, főleg, hogyha az alsó szint értékesítése után egy kisebb összeg marad vissza. Onlodiszics államtitkár úr járt Marcaliban, ahol a tárgyalás Móring képviselő jelenlétében arról folyt, hogy a városi kórház működését azt mindenképp biztosítani kell. Én bízom benne, hogy a következő hónapokban az ott elhangzottakból tényleges eredmények lesznek. További. Aki elfogadja, kérem készen tartásra. Köszönöm. Egyhangú. Következő négy előterjesztésről egybe beszélnék, és aztán külön szavaznánk, hiszen a 12, 13, 14, 15 mindegyik a Marcali Múzeum tevékenységével kapcsolatos, és mindegyiket a civil bizottság tárgyalta, ha megnézem mind a négyet, de szerintem igen, mind a négyet tárgyalta. Tehát ugye ezek a pályázatok részben a múzeum működéséről, stratégiai tervének elfogadásáról, állományvédelméről, tehát olyan szakmai dolgokról szólnak, amelyek egyértelműen a múzeum belső ügye, illetőleg a gyűjtésgyarapításról, és az utolsó, a 15-ös előterjesztés pedig a Járásszékhely Múzeum pályázat benyújtásáról, amit természetesen támogatunk, hogy egy 4 millió forint erejéig feltűnt nyújtsunk be. Előterjesztéseket tárgyalt a civil bizottság, megadom a szót dr. Mészáros Géza alelnök úrnak. Tisztelt
testület polgármester úr, mind a négy esetben a bizottság támogatta, illetve elfogadta, vagy elfogadásra javasolja, illetve hadd lépjek kettőt, hogy a 16. és a 17. napirend is a bizottság kompetenciájába tartozik, és mivel így felálltam, a 16-nál pedig örömmel támogatjuk ezt a közmes értéknövelő, úgymond pályázat benyújtását, ami a Gyótai Kultúrháznak az állag megőrzésére, vagy állag növekedésére vonatkozik. Tehát mind a 12-től 17-ig terjedő napirendi pontot támogatja, vagy javasolja elfogadásra a bizottság. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük, hogy a 12-es a múzeum stratégiai tervének elfogadása. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. Aki elfogadja, kérem készentartással. Köszönöm. Egyhangú. Aki a 13-ast a múzeum állományvédelmi tervének elfogadása. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készentartás. Köszönöm. Következő múzeum gyűjteménygyarapítása. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem 10 igen szavazattal. Következő Járásszékhely Múzeum szakmai pályázat támogatása. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem. Egyhangú. És akkor rátérünk valóban, hogy már alelnök úr jegyezte, a következő kettő pedig a kulturális központhoz tartozik, tehát az első közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtása, hogy egy 300 000 forint önrészsel lehet nyerni, még további 2 400 000 forintot, tehát összesen 2 700 000 forint kerület elköltésre. Aki ezt kérdés ezzel kapcsolatban? Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő a kulturális központ alapítókiratának módosítása. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászól. Aki elfogadja, kérem. Köszönöm. Egyhangú. 18. számú előterjesztés. Újra alelnök úré lesz a szó. Civil kapcsolatok elmúlt időszakban végzett munkájáról tájékoztató. Köszönöm szépen. Szót tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, a sport és közműves pályázatokat írta ki egy korábbi ülésében a bizottság, majd ezt követően a beérkezett pályázatokat el is bírálta, és a város elektronikus felületei láthatók ezek az eredmények, tehát azt gondolom, hogy hatékony és jó munkát végzett a bizottság, illetve településrészi kérelmeket tárgyalt és fogadott el, ami a tavaszi rendezvényekre és a falunapokra, a városi rendezvényekre vonatkozik. Az utóbbiakra az a cél, hogy a közművelési szolgáltatások szerződés megkötését segítsük, ezzel elő is egy fejtett biztonságot nyújtsunk. A következő pedig, amiről tárgyalt a bizottság, a 7 kiemelt kulturális egyesületét a városnak 2,5 millióval továbbra is támogatta a működését. Ezek voltak azok a konkrét feladatok, amivel foglalkozott a bizottság. Köszönöm szépen, és kérem elfogadni. Köszönöm szépen. Kérdés a bizottsághoz? Nincs. Aki elfogadja a bizottság jelentését, kérem készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő ugyanígy tájékoztató pénzügyi városfejlesztési bizottság. Hosszú András elnök úr. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt testület. A kiküldött anyagban mondanám, hogy az 1-es, 2-es és 3-ason nem vettem részt. Varga Zoltán alelnök úr vezette a bizottságülést, és tájékoztatott minden ott történtről, úgyhogy szóban be tudok számolni arról, hogy elfogadásra került a Móra Ferenc út csapadékvizelvezetése, közösszési eljárásra a nyertes ajánlattevőt hirdetett a bizottság, értékesített ingatlanok körében is sikerült döntést hozni a bizottságnak 2-3 esetben, illetve a központi anyagok összesítése tárgyú projekthez a szakmai tartalma kapcsolatos közösségi eljárást is hirdette a bizottság, sikeres ajánlattevőt hirdetett, akivel szerződéskötés, ha jól tudom, meg is történt, és az utolsó, az április 12-i ülés, ahol én is részt vettem már, ott pedig a képviselőtársa Varga Zoltán kések megfelelően a Dezső és Zinyi utca közötti közvilágítása nem ellátott ingatlanokat támogattuk 3 darab lámpával. Pontos cím a bizottság anyagában megtalálható. Köszönöm szépen. Kérdés elnök úrhoz. Elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Következő előterjesztés Humán Köznevelési Egészségügyi Bizottság, Kisné Molnár Ágnes elnök asszony. A bizottságunk döntött lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról és pályázatot kiírásáról döntöttünk, és várjuk a városban lakóknak a pályázatát, vagyis az intézményekét. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás?
Nincs, aki elfogadja, kérem készen tartásra. Köszönöm. Következő előterjesztés, kormányhivatal törvényességi javaslatának ismételt tárgyalása, legutóbb ezt már egyszer tárgyaltuk. Főjegyzőasszony szakmai véleményét terjesztem a testület elé. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készen tartással. Egy hangú. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, megjegyzése, interpellációja? Kőrösi András volt az első, de nincs mikrofonja, de van. Köszönöm, polgármester úr, jegyzőasszony. Lakossági megkeresésre kérek szót. A februári testületi ülés óta többen, mondhatnám úgy is, sokan megkerestek, mégpedig a közvilágítással kapcsolatban, az Európa Park közvilágításával kapcsolatban. Már többször beszéltünk itt erről, illetve a postaköz 6-os számú ház előtti közvilágítással kapcsolatban, hiszen ez is tavaly augusztus 11-e óta húzódik. Én nekem javaslatom volna, hogyha a közszolgáltató nem foglalkozik vele, akkor valamilyen változtatást azért mindenképpen kellene, tehát egyénileg megnézni ezeket a lámpákat, hogy mi az, ami világít, nem világít, de én úgy gondolom, hogy nem tartható ez, hogy az Európa Park egy része, nagy része sötétségben van. Köszönöm szépen. Kecsis Attila képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt főjegyzőasszony. Csak két-három kisebb dolog. A Gombai templom környékén írdatlan állapotok vannak. Már régebben egyszer jeleztem, hogy ott a maga kastély területén elég komoly szemétmennyiség halmozódott fel. Most, hogy kivágták a fákat, már ez minden tökéletesen látszik, és eléggé borzasztó a helyzet. És ott a templom környékén is föltépkedték a dréncsövet, ami ott van az épület körül, hát az, hogy bedobálják az ablakokat, és folyamatosan bedobálnak égő cigaretta csikeket, és nem lehet szellőztetni a templomot, ezzel valamit kezdeni kellene, mielőtt valami nagy probléma történik. A másik része az most, hogy volt ez rengeteg eső, pont ott a Gombai templom alatt a Hunyadi utcának az eleje vége, ott a régi kósz szegverő előtt, hogy ott valamit tenni kellene, van, hogy közel egy méteres víz állt, és egyszerűen nem megy le semmilyen irányba. Hiába van ott az árok, az átereszeket kéne megcsináltatni azt, mert nem tudom, hogy lehetne át. És akkor, ami még maradt, az a boronkai víz, de azt úgy tudom, hogy lassan megoldódik ott a boronka legvégén. És meg ami a régi kérdés, az a beltenger, ami az elkerülőn belül van, hogy azzal lehet-e valamit kezdeni. Ott az elkerülő mellett, ami van, hogy azzal lehet-e valamit. Köszönöm. Varga Zoltán képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azt szeretném csak jelezni, ugye, hogy megkezdődtek a kátyúzások. Marci, ugye az egyik olyan hely volt, ahol tavaly elmaradt ez a Hegyalja utca, most úgy néz ki, hogy az be is fejeződött, és itt azt szeretném kérni, ugye ennek előzményeképp ugye az árok ki lett tisztítva, illetve az ott lakók jelezték, hogy sajnos azért most az esőzések kapcsán újra került be a hordalék, illetve ami az egyik legnagyobb problémát okozza, azt kell majd megoldanunk, az utca felső harmadában, vagy inkább negyedében van egy vagy két olyan hídátteresz, ami valószínűleg nem oldható meg tisztítással, tehát ott valamilyen módon az ott lakóknak, vagy segítséggel a GAMESZ-szal lehetséges, hogy egy új hídátteresz kell csinálni, mert olyan szűk keresztmetszed van, hogy meg a szintje sem jó, hogy valószínűleg is ez a két háznál úgy föltorlódik, hogy gyakorlatilag az alatta levő részen meg újra kidönt az utcára a víz. Tehát ez a megoldás, tehát meg kell azt a főső részt is valahogy oldanunk, és akkor így a kátyúzással együtt azt gondolom, hogy egy időre megoldódik ennek az utcának is az a vízelvezetési dolga. A másik, azt a polgármestertől szeretném kérdezni, csak ugye volt Bem utcában egy egyeztetés, ami akkori havazás miatt elmaradt, és ugye azt szeretném kérdezni, hogy itt lépünk-e tovább, vagy az ott lakók kérését szeretném ezzel tolmácsolni, illetve lehet, hogy előbb kellett volna ez miatt beszélnünk, ugye mondta a polgármester, hogy a Tesco vezetőjével volt egy találkozója, és jutottak el hozzá,
hozzám olyan, nem azt mondom, hogy panaszok, én nem is tudom ezt most minek nevezzem, ez az új automata fizetési rendszerrel kapcsolatban. Tudom, hogy a városnak nincs rá hatása, csak hát az embereket úgymond érdekli ez a téma. Nagyon sok esetben, főleg idős emberek mondták azt, hogy szinte, hogy nem mondom azt, hogy kényszerítik, de hát úgy van kialakítva az egész történet, hogy egyszerűen nincs hova máshova menni, és ők a hagyományos régi módon szeretnének fizetni, és ezt úgy mondják, hogy nem veszik nagyon jó néven az ott dolgozók, hogy miért nem ez az automatához mennek. Nem tudom, hogy ez ügyben tudunk-e valamit lépni, de nem hiszem, hogy kell, csak egy kérdésként merült fel. Köszönöm szépen. Dr. Mészáros Géza. Hogy megnyugtassam képviselőtársamat, nekem is okozott ez gondot az elején, és egy módon rá kerülöm ki ezt a lehetőséget, úgyhogy de azért, hogy itt a bónuszgyűjtés meg menjen, ezért inkább igyekezzünk ezt kihasználni, hogy nyerjünk a Csibészke Grund úgymond felújítására. Bocsánat, ezért a kis közjáték. Két dologban kérném polgármester úr segítségét. Egyik esetben már főjegyzőasszonyra konzultáltunk, csak ezen mindig előjön csütörtökönként szemétszállítási napokon, többségében a Kodály utcában, hogy guberálók járnak, és nem is az zavarja Isten igazából az ott lakókat, hogy tulajdonképpen megvalósítják az előzetes szelektívizálást a guberálók, hanem utána szétszórva ott hagyják mind a szemetet, ami zavarja a lakókat, és egyáltalán ezt az egész rendszernek a működését, egy hatékony fellépést kérnénk e tekintetben. A másik pedig egy picit kapcsolódik egy korábbi napirendhez, a szennyvíz kérdéshez, csak egy más formában, hogy ahol a nyomó és a gravitációs vezeték találkozik a vereckei orhó végébe, ott, hát, hogy mondjam, időszakosan újra és újra előjön mindig a szakhatás. Tehát ennek a végleges megoldását kérnénk ott a lakók, és egyébként még a környéken élők részére is, mert olyan légnyomás viszonyok uralkodnak, akkor szélesebb körbe is találhat. Én tudom, hogy a szakközegeink sokat tesznek azért, hogy itt különböző próbálgatások, vegyszeradagolások menjenek, csak ezek nem vezetnek eredményre. Tehát valószínűleg itt konstitucionális probléma van. Ebben kérném polgármester segítségét, hogy tartósan megoldani ezt a problémát, annál is inkább, mert többen jelentkeztek már ott a Horhóban való gravitációs szakasz rá kötésére is, és ez befolyásolhatja mindezt, amit előbb beszéltem. Köszönöm szépen. Fekete Lajos itt van, jobb kéznél. Tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony, hát most már nem először szólok, és nem csak ezen a fórumon, több helyen is szóltam a DRV-vel, illetve a DRV alvállalkozóival kapcsolatosan, köztük főjegyzőasszonynak is mondtam ezt a dolgot, hogy a lakosság nem nagyon érzi ezt az alvállalkozó váltást, ami történt a DRV-nél. Tehát ugyanolyan feltúrt utak vannak, és nem rakják helyre normálisan. Ami kirívó például, hogy a körzetemben megkerestek, hogy 3 éve körülbelül csőtörés volt a járdán, életveszélyes állapotban van a járda. Annyit tudtak az alvállalkozók csinálni, hogy kimentek, és a hidat, a bejárót megcsinálták, lekövezték. Tehát mellette a 40 centire való beszakadt járdával nem csináltak az égvilágon semmit, amivel nem kellett volna csinálni, azt meg megcsinálták. De ez egyébként jellemző Marcaliba is. Tehát ahol fölbontották, nem állították tisztességesen helyre. Köszönöm. Kisné Molnár Ágnes képviselőasszony. Először is a kátyúzásokkal kapcsolatban szeretném megköszönni, hogy a Kaposvári utca végét, az már több, mint kátyúzás történt ott, hogy szépen befették, akkor várjuk, hogy a Kisaltábor nagy utca is sorra kerül. Továbbá szeretném megköszönni a hivatal és a főjegyzőasszony munkáját, a dolgozók itt az országgyűlési választásokban folytatott hatalmas nagy munka. Tehát ezt nem is tudják elképzelni, akik nem voltak benne, hogy előzőleg is mennyi munka volt. És most sajnos lehet, hogy kellemetlen, de hogy megkérném főjegyzőasszonyt érénként, hogy mondja el, hogy mi történt abban a választók, hogy ne lehessen találgatások, meg semmi. Egyrészt azért nem, mert minden választókerületben tisztességes emberek vannak, választottak is a jegyzőkönyveket, a pártok delegáltja is aláírták. Tehát, hogy egyszerűen azt feltételezni, hogy ott csalás vagy bármi történt volna bármelyik körzetben, ez egyszerűen felháborító. Egyrészt azt, hogy megkérdőjelezni az ő munkájukat, akik ott hajnaltól éjszakáig dolgoztak, előtte esküdtettek arra, hogy nem fog, ők óvják a választások sikerét. Tehát ugye, ha erről beszélne, érénke. Köszönöm. Gosszú András. Nem kívántam hozzászólni, csak annyit a képviselőtársaimhoz, hogy a fejlődés útjába nem célszerű állni Tesco tekintetében. Azt gondolom, és csak ennyit akartam hozzászólni.
Dr. Horváth László. Következőt szeretném mondani. Itt fölmerült többeknél is, hogy a szemetes a város, vagy sokan nem vigyáznak a városra. Most a városon egyébként az áthaladó hulladékszállító járművek, amik mennek ugye föl a depóhoz, rengeteg szemét leúlik róluk utca árukra, és ezzel nem csinál senki semmit, vagy a lakosok összeszedik, vagy ott marad. Tehát ez ügybe kéne valamit lépni, mert úgy gondolom, elég sok pénzt áldoz a város a városi rendészetre, talán ki lehetne ezt a feladatot adni a városi rendészeknek, hogy ebbe az ügybe kicsit szigorúbban lépjenek föl, vagy figyeljenek oda, és akkor jelezzék. Meg a szolgáltatót is meg kell keresni, vagy ezeket a hulladékszállító cégeket, vagy ahova lerakják, hogy tegyenek arra, hogy hetente vagy havonta két-három alkalommal szedjék össze szemetet azon az útvonalon, ahol ők járnak, mert rengeteg szemét leúlik az autókról. Köszönöm szépen. Köszi Attila, még egyszer. Igen, bocsánat, a Vasút alatti utca, a Latinka, a Szem Latinka utca, hogy ott a mögötte, ahol Vasút Gamesz, utca. Vasút utca, mert mindegy, nem tudom, melyik lett, hogy ott a Gamesz elkezdte elhelyezni zöld hulladékot, most már rászoktak néhányan, hogy kommunális hulladékot, szemetet hordják, úgy gondolják, hogy betakarja azt is a zöld hulladék. Köszönöm. Az Európa Parkkal kapcsolatban és a közvilágításával két hete volt egy általános egyeztetés, vagy már három is az EON-nal az új iparterület elrekamos ellátásáról. És ott felvetettük ezt a Szűcs András területgazda felé, hogy mi módon lehetne az egység, ez ki van véve jelenleg a rendszerből, hogy mi módon lehetne az egységes rendszer részévé tenni, ők is megvizsgálják, mi is ennek van valami anyagi vonzata, akkor akár abban is partnerek vagyunk, hogy részésé váljon az egésznek, és akkor megoldódna ez az egész probléma. Erről a alpolgármester és a Szűcs András folyamatosan egyeztetnek. Gombai templom, az ott lakók fele jelezni fogjuk újra ezt, ugye ez folyamatos visszatérő probléma, időnként határozottabban fel kell lépni, és akkor egy ideig tart, de aztán elfelejtik mindig, és újra kezdődik, fogunk benne intézkedni. A Hunyadi utcai vízelfolyást meg fogjuk nézni, hogy hova lehetne elveretni. Valóban ott van egy olyan pangó mélyedés, ahonnan ez nagyságrendel nehezebb. Ugyanaz elkerült melletti a Vasút utcai szeméttel kapcsolatban a Gamesz fele már történtek intézkedések, hogy hogyan lehet azt felszámolni. A Hegyalja utca, ki fognak menni, a műszaki kollégák meg fogják nézni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A Bem utcára magam is ígértem, hogy el fogok menni, ugye akkor jött pont az, ahol amikorra megbeszéltünk, hogy megyünk. Tehát szerintem a jövő héten sor fogunk rá keríteni, veled egyeztetve, hogy mint képviselő te is legyél jelen. Hát az, hogy kitaláltak ezt az automata, a fizetőrendszert, azt nem tudom, én először külföldön találkoztam vele, azt se tudtam, mit csináljak, mert még azt se értettem, mit akarnak tőlem. De én is szívesen kikerülöm. A Kodály utcai guberálók, meg fogjuk beszélni egy pár alkalommal, hogy a városrendészet jelen legyen csütörtökön, ott hatványozottabban. Vereckei Horhó ismert a probléma, a főjegyzőasszony folyamatosan egyeztet az ott lévő tulajdonosokkal, és minden alkalommal jelezzük akkor a DRV felé is, hogy valószínűleg vagy adagolási, vagy egyéb probléma lehet, be kell tartani azokat a szabályokat, amik ahhoz, magához a rendszerhez kötődnek. A DRV-vel folyamatosak az egyeztetések arról, hogy a lehető leggyorsabban jó minőségbe, hangsúlyoznám, a jó minőségbe, mert sajnos sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem abba történjenek meg azok a helyreállítások, amik a különféle csőtörésekkor történnek. A Kisaltábor Nagy utca kátyúzása meg fog történni, vagy van a jövő héten már. Áthaladó járművek szenetelnek, fel fogjuk hívni a cégek figyelmét két dologra. Az egyik, hogy a lehető legrövidebb útvonalon közelítsék meg a szemét telepet, tehát a lerakót. A másik pedig arra a szeméttelep üzemeltetőt, hogy figyelmeztesse az összes beszállítóját, hogy vagy takarítsák utánál, vagy rendesen takarják le azokat a járműveket, amelyek a szemetet hordják. Valóban sokszor látni ilyeneket. Jegyző asszony. Választás.
Köszönöm szépen a lehetőséget, bár a Tavi TV-nek a héten adtam egy nyilatkozatot, tehát aki tudja televízióban nézni, akkor vagy interneten keresztül az akkori nyilatkozatot meg tudja hallgatni. Hát, ha jól emlékszem, ott is elmondtam, hogy nem vágytunk egyáltalán ilyen tekintetben országos ismertségre, hogy Marcali neve ettől legyen hangos, és a sajtóban a kezdetén egész más hírként jelent meg, hogy mi volt az oka annak, hogy több mint 200 érvénytelen szavazat volt a Marcali Táncsics utcai óvodánál székelő szavazatszámláló bizottságnak a területén vagy működési körében. Ennek az volt egyébként az oka, hogy ezt a bélyegző használatai hibát, ezt nem napközben vette észre a bizottság, hanem már a számláláskor tapasztalták, és a napközbeni rendkívüli, ha napközben kiderült volna, akkor erről rendkívüli jegyzőkönyv készült volna, ami felkerül az internetre a választás.hu-ra, de mivel nem a szavazás közben előfordult rendkívüli esemény volt, ezért mindenki, a sajtó is azt hitte, hogy a beszakadt papírurnával kapcsolatos a 240 körüli érvénytelen szavazó lapon nem volt semmi köze a kettőnek egymáshoz. Azt időben észrevették, időben leragasztották, tehát annál fogva érvénytelen szavazólap nem került az urnába. A probléma az volt, hogy a szombati nap folyamán, és ez mindig így történik, a választási iroda egy dolgozója végigjárja a rendőrséggel együtt az összes szavazóhelyiséget, ez 12 darab a város területén, és ez több mint fél napos munka volt, amikor egész napot is igénybe vett, hiszen iskoláknál, közintézményeknél ilyenkor szinte az összes helyiséget végigjárják, végig ellenőrzik, és ekkor lezárásra kerülnek ezek az épületek papírral, és ezen a papíron egy jegyzős bélyegző lenyomat szerepel, és következő nap reggelén, amikor a szavazatszámláló bizottság megjelenik a szavazóhelyiség előtt, akkor ellenőrzik ennek a plombának a sértetlenségét, és határozatképes létszámba nyitják ki ezeket a szavazóhelyiségeket. Ez a bélyegző szombat délután bent maradt egy kis buszban, ami az önkormányzat tulajdonát képezi, önkormányzati garázsban, hivatali épületben maradt, és másnap erre a kis buszra egy másik gépkocsi vezető ráült, és ezzel látta el a napközbeni feladatokat, többek között a mozgóurnáztatást is. A mozgóurnáztatás során ebben a szavazókörben, ugye mindig két személy végzi a mozgóurnázást, egy bizottsági tag a gépkocsi vezető mellé előre ült a kis buszban, tehát nem hátul szállt be, és amikor végeztek a mozgóurnázással, a gépkocsi vezető úgy vélte, vagy azt hitte, hogy a mozgóurnáztató felejtette bent ezt a bélyegzőt, amit a kesztyűtartóban talált, egy fehér kis tokban, tehát szemmel látható bélyegző volt, és ő nem nézte meg a lenyomatot. A gépkocsi vezetőknek nem kell átesniük szavazást érintő oktatáson, tehát nem úgy vannak, mint a választási iroda többi tagja, illetve a szavazatszámláló bizottsági tagok. Beadta ezt a bélyegzőt, a szavazóhelyiségben sorban álltak a választópolgárok, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy eleget tegyen az ellenőrzésnek, bélyegzésnek, szavazólap, stb. Átadás menetének, és senki nem figyelt arra. Tehát átvette a bizottság egy tagja, aki akkor bent ült a buszban, ezt a bélyegzőt félretette, majd ahogy ők elmondták a délután folyamán, amikor az eredetileg átadott bélyegző használat közben akadozni kezdett, akkor vették elő ezt a másik bélyegzőt, és kezdték használni. Tehát egy olyan egyszerű emberi hiba volt az oka, ami sajnos bárkivel bármikor előfordulhat. Természetesen ez választás esetében nem helyrehozható, tehát ennél fogva rettenetesen bántott minket is, akik választásban dolgoztunk, és a szavazatszámláló minden bizottság minden tagját ez a helyzet, hiszen szinte minden jelöltet, aki szavazatot kapott, illetve minden jelölő szervezetet, aki szavazatot kapott, azt érintette ez az érvénytelenségi probléma. Tehát nem volt adattartalom a jegyzőkönyvben erre vonatkozóan, de a bizottság tájékoztatása szerint körülbelül ugyanolyan arányban érintette az érvénytelen szavazólap szám a jelölteket és a jelölő szervezeteket, amilyen arányú eredmények születtek a városban. A bizottság tagjaival múlt hét csütörtökön tudtunk leülni és megbeszélni ezt a problémát. Azt tudom elmondani, hogy mindenki mélységesen sajnálta, mindenkit nagyon megviselt, hogy így alakult,
és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogyha legközelebb dolgozunk el választásban, akkor ennek a statisztikai lehetőségét is minimálisra, tehát szinte nullára csökkentsük, még egyszer ilyen nem fordulhat elő. 2 órás felkészítést kaptak a bizottsági tagok. Én azt gondolom, hogy akinek van fogalma a választás szabályairól, valaha dolgozott választásban, az egyszerűen nem hiszi el, hogy rendszer szintű csalásra ez a törvény lehetőséget adna. Tehát én rendkívüli módon nem tartom korrektnek sem azt, aki régen dolgozott, és azt hiszi, hogy jó tanácsokat tud osztogatni interneten, sem pedig annak, akinek megfordul a fejében, hogy erről bárki is tehetett volna. Senkinek nem volt érdeke. 3 párt delegáltjai vettek részt az ellenőrző munkában, ugyanúgy dolgoztak reggeltől estig, mint a képviselőtestület által megbízott tagok. Nem titok, 2 Fidesz-KDNP-s delegált volt a bizottságban, és 1 fő a Jobbik részéről. Mindenki dolgozott, mindenki azt mondta, hogy sőt, tehát mindenki azon volt, hogy mégis nem lehetne ezt érvényesnek tekinteni. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a tiszta sor és ez az eljárási szabályoknak a betartása. Jelenleg egyébként pontosan emiatt jogorvoslati eljárás van folyamatban a Nemzeti Választási Bizottságnál. Ők fogják eldönteni, hogy ez a döntése a Szavazatszámláló Bizottságnak helyes volt-e, amivel természetesen mi egyetértettünk, illetve a mi szakmai véleményünk is ez volt. Nem tudtunk más csinálni. Köszönöm szépen, és én ennyit szerettem volna erről elmondani, és mindezek ellenére szeretném az ő munkájukat is megköszönni, mert hajnali 5 órától másnap, ők konkrétan 3 órakor értek haza, azt tudom, de a többi bizottság sem sokkal végzett előbb, mert olyan nagy mennyiségű szavazólapot kellett átvizsgálni, megszámolni, ami bizony igénybe vette a munkájukat. És nem csak azokét, akik ezért tiszteletdíjat kaptak és választott tagok voltak, hanem azokért is, akik delegáltként becsülettel részt vettek a munkában. Köszönöm szépen mindenkinek. Talán 2 mondatot fűznék hozzá. Az egyik, hogy én azt gondolom, hogy elnézést azoktól kell kérnünk, bár azt hozzáteszem, hogy az önkormányzat egyetlen egy tagja sem vehet részt a választásban, és így a polgármester sem, csak mi vagyunk 11-en kizárva abból, hogy bármilyen módon részesei legyünk ennek a folyamatnak. Mégis, ha valakiktől elnézést kell kérni, akkor az a 240 ember, aki élt a szavazati jogával, elment, szavazott, és végül is nem lehet figyelembe venni a véleményüket. Én, mind a város polgármestere, tőlük kérek elnézést. Köszönöm, az ülést bezárom. Zárt üléssel folytatjuk, tekintettel, hogy egy napi rend van, megkérjük a televíziót, hogy kapcsoljon ki.